Köszöntöm a kedves nézőt! A mai adásban két-három reakcióra, tehát kommentre szeretnék válaszolni, illetve két tévedésemet kiavítani, amiért elnézésüket kérem. De ezekben az egészségügyi kérdésekben, mert az egyik az a tévedés egy egészségügyi kérdés, egészségügyi kérdésekben természetesen én sem vagyok járatos, csak a helyzet hozta, hogy erről beszélni kell, és sajnos megtörténik, hogy az ember akármennyire is igyekszik meg pontos lenni, és utána nézni a dolgoknak, téved. Tehát az első témánk ez lesz. A második tévedésem az volt, hogy két várost összekevertem a múlt adásban, és ezt szeretném helyre tenni, de hát köszönöm, hogy erre figyelmeztettek, mert ebben a ismertetésben, az ilyenfajta videókban bizony nagyon sok segítséget jelent, hogyha figyelmeztetnek a tévedéseinkre, mert amint utána nézünk annak, hogy is lett volna helyes, nagyon sok új információt nyerünk. És ez történt most is. Remélem, hogy olyan újdonságokat tudok mondani a magyar történelemre és a magyar tudománytörténetre vonatkozólag, ami még nem köztudott. Sajnos ezzel is kevesen foglalkoznak, hogy mindazt a ferdítést, torzítást, amit az utolsó két évszázadban a magyar történelem, tudománytörténet elszenvedett, kevesen akarják helyrehozni. Pedig most igazán itt lenne az ideje, hogy a különböző újonnan felmerült forrásokat felhasználva mindent a helyére tegyünk. Mert csak így tudunk biztos úton tovább haladni. Tehát az első tévedésem az volt, hogy amikor a vakcinákról beszéltem, azt mondtam, hogy a vakcinák megváltoztatják a vér összetételét, azaz a vértesteskéket, a vörös vértestecskéknek a elektromos töltését változtatják meg, és ezért, mivel mindegyik vörös vértestnek az elektromos töltése megváltozik, pozitívból negatívvá, illetve negatívból pozitívvá, ezért aztán összetapadnak. Hát ez egy nagy tévedés természetesen, hiszen az egészséges vérben pontosan az történik, hogy minden vörös vértestnek ugyanaz a töltése, és ezért taszítják egymást. Mert tudom, én is megtanultam annak idején, csak hát egy kis elmezavar volt ez a múltkor, hogy azt mondtam, hogy a hasonló töltések vonzák egymást. Természetesen az ellentétes töltések, elektromos töltések vonzák egymást, és nem a hasonló töltések. Tehát az a helyes meghatározás, hogy a vakcinák a vörös vérsejteknek egy részének a töltését változtatják meg, és így áll elő az a helyzet, hogy a vörös vérsejtek egy részének pozitív, a másik részének meg negatív lesz az elektromos töltése, és ezek vonzák egymást, tehát összeállnak. Összeállnak kis oszlopokká, csavart oszlopokká, és csökken az a felület, a vörös vérsejteknek az a felülete, amellyel oxigént tudnak szállítani, és így áll elő a trombózisos állapot. Tehát ez a vakcináknak a hatása. No, de volt egy másfajta megjegyzés is, ami viszont félreértés, mert valaki arra utalt, egy valaki értette félre, és remélem, hogy akkor nem rosszul fogalmaztam,
hogy a Pfizer-féle vakcinagyártóval kötött szerződéseknél olyan előnytelen feltételek tudottak ki, amelyek az állampolgárokra nézve, minden államnak, a polgárainak nézve nagyon hátrányos. És valaki megjegyezte, hogy no, de a magyar állam az nem a Pfizerrel kötött szerződést. Hát nem figyelt oda egészen ez a kedves kommentelő, mert én nem azt mondtam, hogy a magyar állam a Pfizerrel kötött szerződést, hanem hogy minden vakcinagyártóval kötött szerződés hasonló sémákon alapul. A baj az, hogy a Pfizerrel kötött szerződés ugyan kitudódott részlegesen, de a többi az titkos. De ha nem ugyanilyen sémákon alapulna a szerződés, akkor, és mondjuk kedvezőbb feltételeket kínálnának a többi vakcinagyártó vállalatok, akkor hát a Pfizer elvesztené a piacát. Tehát logikus, hogy mindegyik vakcinagyártó hasonló feltételekkel köt szerződést az államokkal. És ez az, ami törvénytelen. És ezt kellene megszüntetni, mert ezek a szerződések nem lehetnek titkosak. Hogyhogy az állampolgár, aki adót fizet, az nem tudhatja meg, hogy a saját képviselői, a saját kormánya, amelyik állítólag az ő érdekében tevékenykedik, mire kötelezte el magát a nemzetközi Big Pharma szervezeteivel. Tehát ez minden állam alkotmányába ütközik. Tehát én ezt mondtam, hogy bizony minden 189 államról ez már biztosan tudható, akármennyire titkosak is a szerződések, hogy ezek az állampolgárok érdekeit nem képviselik, sőt, ellene mennek. No, de hogyha már itt tartunk a különböző kormányok elkötelezettségénél, akkor én utána néztem ennek a szervezetnek, tehát a WHO különböző előrejelzéseit, tehát a világ egészségügyének az előrejelzéseit kutató, végző szervezetnek és a Hopkins Egyetemnek. Ugyanis a Hopkins Egyetemen végzik azokat a modellezéseket a világ egészségügyi jövőjére nézve, amelyek prognosztizálják, hogy mi várható. És az a Hopkins Egyetem adta ki azokat a dokumentumokat, amelyekről én az előzőben beszéltem, amelyek tudom, hogy nem tökéletes ismertetések voltak, de mivel, hogy ezt nagyon kevesen teszik meg, és nagyon kevesen hívják fel a figyelmet ezekre a visszaélésekre. Ezért kellett nekem ezt vállalnom. Tehát az a Hopkins Egyetem, amelyik modellezi a világ egészségügyét évtizedekre, az a Hopkins Egyetem különös kapcsolatokat épített ki Magyarországgal, méghozzá politikai kapcsolatokat, és ez az, ami a számunkra érdekes. Mert hogy a következőt találtam. A Hopkins Egyetem alkalmazásában voltak 2012-es, ez az ismertető kiadvány, Charles Gáti, Bajnai Gordon, Simonyi András, az egyetem alkalmazottai. Tehát 2012-ről volt szó, és az előző időszakra vonatkozik, amit a következőkben felolvasok. Itt szerzett diplomát egyébként
Tomike Tillmann, ez Tom Lantosnak az unokája, aki viszont Hillary Clintonnak a tanácsadója volt, vagy még talán ma is az. Tehát Bajnai Gordon 2009-ben milyen politikai szerepet töltött be? A Medgyesi és Gyurcsány kormány washingtoni nagykövete. Tehát ő az, aki később a Hopkins Egyetem alkalmazásába lép. Valakinek köszönhetően. Simonyi András pedig 2002 és 2007 között volt Magyarország washingtoni nagykövete, és ügyvezető igazgatója lett a Hopkins Egyetemen a Transatlanti Kapcsolatok Intézetének, központjának, ami az USA és az Európai Unió kapcsolatait intézi. Tehát akkor kérem, hogy gondolják ezeket a kapcsolatokat át, és azt, hogy ezek a személyek milyen szerepet töltöttek be a magyar politikában. A Simonyi, egyébként ez a Simonyi András, nagy Beatles rajongó, és a szellemiségére jellemző a következő megállapítása, hogy a vasfüggöny lebontásáért a legtöbbet a Beatles együttes tett. Mondja ez Simonyi András, és akkor megkérdezzük tőle, hogy és az 56-os mártírok, azok semmit nem tettek? Mert őket nem említi. Charles Gatti intézi az előző két személynek az USA-beli kapcsolatait, tehát népszerűsíti őket. Most ezekre a politikai kapcsolatokra szerette volna felhívni az önök figyelmét, és még egy dolgot hagy jegyezzek meg, azt, hogy ezzel a bajnai féle vonallal kapcsolatban Barack Obama is kinyilvánította a véleményét, mert amikor leköszönt 2010-ben Bajnai, akkor megköszönte Bajnainak a hozzáértő politikai tevékenységét, megköszönte, hogy olyan kemény kézzel és olyan elkötelezetten képviselte bizonyos pénzügyi körök érdekeit, azaz a megszorításokat, amiket ellenünk tett, azt megköszöni Barack Obama. És valószínűleg nem tud róla, hogy éppen Bajnai volt az, aki a Gyurcsány kormány tagjaként annak idején az ország eladósítását igencsak előre vitte. De most ehhez a témához, tehát hogyha önök ezeket végig gondolják, akkor még hozzátennék egy olyan epizódot, egy olyan tényt, ami azóta elfelejtődött, de ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen erőkkel állunk szemben, feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ezt megemlítsem. Arról van szó, hogy egy dr. Szatmári Géza nevű ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Hivatalnak egyik képviselője 2010-ben ismertetett egy előzőleg elfogadott törvényt, illetve már végrehajtás alatt lévő törvényt, egy 2006-osat, amiről ő e-mailben kapott egy ismertetőt. Tehát ő úgy került ebbe az egész történetbe, hogy valaki egy e-mailben egy ismertetőt küldött neki egy 2006-os törvényről. És ő ebben az ismertetőben a következőt találta, hogy a kárpotlási jegyekről szóló
törvényben meghatározzák, hogy újabb kárpótlási jegyeket csak azok igényelhetnek, akik munkaszolgálatot teljesítettek, munkaszolgálatra voltak kötelezve a II. Világháború alatt. Hát Szatmári Géza ezt nem tartotta elegendőnek, ezt az ismertetőt, úgyhogy előkereste a 2006-os törvényt, magát a törvényt, hogy hogy szerepel itt a kárpótlási jegyek igénylésének a ténye és a igényelhetősége, és a következőt találta. Ebben a törvényben, ez a törvény visszautal egy előző törvényre, az 1992-es törvényre, amelyben le van szögezve, tehát az országgyűlés által elfogadott törvényről van szó, amelyben a következő szerepelnek. Kik kérhetik a kárpótlási jegyet? Ez 1992-es törvény. A második paragrafus 11. bekezdés C és D pontjaiban szerepel ez, és a harmadik paragrafus első bekezdésének C pontjában szerepel. Tehát jogosult mindazon személy, akit politikai indítatású önként sújtott ebben a korszakban, másodszorban akit deportáltak, harmadsorban akit a szovjetek kényszermunkára vittek el, aki negyedsorban aki a II. Világháború alatt munkaszolgálatot teljesített. Tehát a II. Világháború teljes ideje alatt. Tehát négy kategóriának adja meg a lehetőséget, hogy kárpótlási jegyet igényeljenek. A 2006-os ismertetőben pedig csak az egyik kategóriája szerepel, mégpedig az, aki munkaszolgálatra lett kötelezve, tehát az előző három kategóriát kihagyja, tehát az, aki munkaszolgálatra lett kötelezve, méghozzá az időpontot is megadja, tehát 1941. júliusától, tehát ekkor lépett a háborúba Magyarország, 1945. május 9-ig, ekkor lett vége a II. Világháborúnak. Most ez ismét csak kérdést vet fel, hogy ki határozott erről a törvényről, erről a kárpótlásról. Hát ki az, aki a végrehajtást intézte? A 2006-os törvényben és az 1992-esben is csak az szerepel, hogy a kárpótlási hatóság. A más kitételt nem talál, de hát ki ez a kárpótlási hatóság? A 2006-os kormányrendelet ugyancsak nem válaszol erre a kérdésre, hanem egy 2008-as kormányrendelet válaszol a kérdésre, hogy a kárpótlási hatóságot az úgynevezett igazságügyi hivatal váltja fel, ami ennek a közleménynek a második pontjában található. Tehát a 2006-os törvény, vagy az 1992-es törvény nem határozza meg, hogy ki az, aki dönt a kárpótlásról végül is, hanem egy 2008-as kormányrendelet, ami azt jelenti, hogy fölülír három törvényt, egy kormányrendelet,
amit az országgyűlés nem fogad el, tehát eleve törvényellenes. Tehát ez a 2008-as kormányrendelet határozza meg, hogy a 2006-os, illetve 1992-es törvényben mit jelent az, hogy kárpótlási jegyet igényelhet valaki. A 2006-os törvényre vonatkozólag kárpótlási jegyet igényelhet az, aki az említett, tehát a 1941-től 1945-ig tartó időszakban munkaszolgálatra lett kötelezve, de van még egy kitétel, még egy feltétel, az, hogy vallási vagy származási jogból lett munkaszolgálatra ítélve. Tehát kizárja azokat is, akik mondjuk politikai okból lettek munkaszolgálatra ítélve, mert nem értettek együtt a német politikával, a német szövetségi politikával. Tehát ráadásul ez a törvény, ez az ismertető héber nyelven jelent meg. Csak héber nyelven. Tehát mi is történt itt jogilag? Van egy 2006-os törvény, ami megerősített egy további törvényt, amely 4 kategóriában jelölte meg a kárpótlásra jogosultakat. Azonban jött a kárpótlási hivatal, és 2008-ban az igazságügyi hatóság egy minisztériumi osztály, tehát nem kormányhivatal, a minisztériumnak, az igazságügyi minisztériumnak egyik osztálya kiadott egy rendeletet, amivel kizárja a többi 3 kategóriát, és csak az említett kategóriába tartozóknak teszi lehetővé az új kárpótlási jegyeket. És kihagyta ezt jóvá. Tehát ez mind a Gyurcsány-Bajnai kormány alatt történt. Azt meg tudta határozni Szatmári Géza, hogy 2009-ig hogy hajtották végre ezt a törvénytelen törvényt. Mert annyit meg tudott állapítani, hogy 2009. október 1-ig 7 megyében 2730 hektárnyi termőföldet szereztek a munkaszolgálatosok. Ennek értéke 45.415 aranykorona, de ez nem reális, mert a kiosztott földek felénél nincs az aranykorona érték feltüntetve. Tehát bármit gondolhatunk, megduplázhatjuk, megtriplázhatjuk. Na most hogyan osztották ezeket a termőföldeket? Mert ezek a kárpótlási jegyek termőföldökre szóltak. Zárt körű titkos árveréseken, amelyeknek a dokumentációja a mai napig titkos. Tehát meghatározhatatlan, hogy mennyi termőföld került munkaszolgálatosak, tehát csak abba az egy kategóriába tartozó kezébe, és az kiszivárgott, hogy ezekbe a földekbe, amiket így megszereztek, ősgyepek tartoznak és védett erdők, amelyeknek a belterületté nyilvánítása akkor folyamatban volt. Tehát tessék átgondolni, hogy milyen helyzetben vagyunk most, és hogy mi történt a Gyurcsány-Bajnai kormányok alatt. Nem tudok róla, hogy ezt a törvényt visszavonták volna, vagy valamit tettek volna most a hatalmon lévők azért, hogy a törvényességet valahogy visszaállítsák.
ez is hozzátartozik ahhoz, hogy minek nézünk elébe. Mert maga az egész álpandémia, az egész álvilágjárvány a mindenhol uralmon lévő politikai erők segítségével lett végrehajtva, és ahhoz, hogy ez katasztrófába nevezessen, ezeket látnunk kell, és a folyamatokat ismernünk kell. És ezzel nem azt mondom, hogy a kormány bármit megtehet a politikában, mert azt tudjuk, hogy meg van kötve a keze. De vajon megtette mindent, hogy a magyar földet megvédje? Vagy lehetőség van továbbra is arra, hogy kihúzzák a lábunk alól a hazánkat? A következő tévedésemre szeretnék visszatérni. Két várost kevertem össze, Araut és Hanaut. Tehát a két városnak a neve nagyon összecseng, és azt hiszem, hogy egyrészt ezért is kevertem én össze, de másrészt azért, mert mind a kettő, mind az emberiség, mind a magyar történelemben elég sok katasztrófát okozott. Már mint azok, akik ehhez a városhoz kötődnek, illetve ebből a városból, ezekből a városból indultak, városokból indultak. Tehát először Araúra térnék rá. Én az Einstein életével kapcsolatban megemlítettem, tehát így került szóba, hogy Einstein a müncheni gimnáziumban nem érettségizik le 17 évesen, hanem ott hagyja a müncheni gimnáziumot, és az araui gimnáziumba tölt egy évet, ahol aztán reérettségizik, és aztán eredménnyel vizsgázik, és felvételt nyer a zürichi főiskolára, műszaki főiskolára. Már kezdetben is nekem szeget ütött a fejembe, hogy miért éppen Araúba megy. Tehát egy kis svájci város, tehát ez az a svájci város, amit említettem, nem Hanau, valahol Zürichtől 25 kilométerre nyugatra, Észak-Svájcban nem igen ismert település. Tehát miért éppen oda kerül Einstein? Egyébként az, hogy Einstein nem a München gimnáziumba érettségizik, ez nagyon sok okkal magyarázható. Egyébként fiatal korában, diákkorában nem volt éppen tekintélytisztelő, és ott sértegette a tanárait, ahol csak tudta. Mert hát ő lehet, hogy fiatalságának következtében mindenkinél mindent jobban tudott. És már akkor kijelentette, hogy hát ő úgy látja, hogy nem is fontos például a tudományban kísérletezni, mert pusztán a gondolkodással ő el tudja végezni azokat a logikai folyamatokat, amelyek új tudományos eredményekre vezetnek. Tehát ez volt az ő felfogása. És a másik meg az, hogy minden tanárával szemben, és minden mástól kapott tudással szemben bizalmatlan volt, és visszautasította. Tehát semmit nem fogadott el, és valószínűleg azért, mert nem tartotta
megfelelőenek azt a tudást, amit közvetíteni akartak számára. Hát ez egy 17 éves fiatalember részéről igen nagy önbizalmat jelent, sőt, beképzeltséget, ha mondhatom. Tehát ezért is kerülhetett ő Araúba. Na de a Araú másról is nevezetes, mert én a bolyai kutatások folyamán találkoztam ezzel a várossal, mármint a városnévvel. És érdekes kapcsolatokat fedeztem fel az itt tanítókkal, és azzal kapcsolatban, hogy mi lehet az oka Einstein ott létének. Akkor egy pár szóval hadd ismertessem ennek a kis svájci városnak a történelmét, mert a magyar történelemben is érdekes dolgokat fogunk felfedezni. Tehát Araút 1240 körül alapította egy Kiburg nevű család, egy grófi család, és 1264-ben a Habsburg család birtokába kerül. Tehát a Habsburg család, na, itt van a fészke, még a mai napig is mutatják a váromjait, ahol ők laktak, és ez nem lehet véletlen, mert ugye tudjuk, hogy a Habsburg család az egy római zsidó család tulajdonképpen, egy trasteverei, egy Tiberis Szent Túli hát zsidó gettóból származó család, akik megvetik a lábukat Svájcban, a középkorban, és aztán a fuggerek pénzén szerzik ők meg Ausztria trónját, és hát Magyarországot. Tehát érdekes, hogy Araú még a Habsburgokhoz is elvezet. No, de a 200 év múlva, tehát 1200-as években vagyunk, az 1400-as, 1500-as években a Bern kanton bekevelezte Araút, és bár megőrizte viszonylagos függetlenségét a város, és 1528-ban, tehát alig több mint 10 évvel a Luther 95 pontjának a megjelenése, a kifüggesztése után engedélyezik a protestantizmust Araúban. Tehát egy igen, igen liberális szellem uralkodhatott ott. Az is érdekes, hogy ebben a városban a középkor más városaitól eltérően nem alakultak céhek. Ugye minden iparágnak megvolt a maga szervezete, céhe, ami valahogy úgy definiálható mai fogalmakkal, hogy ezek szakszervezetek voltak. Mi úgy tanultuk valamikor az iskolában, hogy a céhek azok az ipari fejlődés akadályozói voltak, mert meghatározták, hogy milyen feltételek között kell előállítani azt az iparcikket, a minőséget védték. És nem csak a minőséget védték, hanem tulajdonképpen úgy is felfoghatók a céhek, mint egy segélyszervezet. Mert aki a cégnek tagja lett, annak a családját szükség esetén a cég anyagilag is segítette. Tehát az, hogy Araúban nem alakultak céhek, itt egész különös dolgokra lehet gondolni, tehát itt nem volt szüksége az iparosoknak az érdek érvényesítésre, vagy az érdekvédelemre. Az 1800-as, illetve az 1700-as évek elején viszont
kimondják az araúi békében, Svájcban, hogy minden kanton maga választhatja meg a vallást. Tehát egy bizonyos vallásszabadságot engedélyeznek Svájcban. 1700 első két évtizedében történik ez. És akkor emlékeztessünk arra, hogy az erdélyi vallásszabadságot az 1500-as évek második felében már kimondják. Tehát ennyire voltak ők előbbre, mint mi. A araú történetében a legfontosabb változást a napóleoni háborúk hozzák, mert Napóleon természetesen Svájcot is elfoglalja, és átszabja ott is a kantonok határait, és az argaui kantonnak a határait is átszabja, ahová Araú tartozik. Úgyhogy de ezek után Napóleon a Helvét köztársaság, tehát a svájci köztársaság neve volt akkor, a Helvét köztársaság fővárosává Araút nevezi ki. Tehát ez sem lehet véletlen, hiszen tudjuk, hogy Napóleon seregei azok minden országban nem csak az újfajta jogrendet terjesztették, hanem a szabadkőművességet is. Napóleonnak apja a szabadkőműves volt, maga Napóleon úgy néz ki, hogy nem, de hogy kapcsolatai voltak velük, az egészen biztos. És a napóleoni háborúk alatt alakul meg, alapítják Araúban azt a kantoni iskolát, aminek majd Einstein is a tanulója lesz az 1800-as évek végén. Ez a kantoni iskola Svájcnak az első nem egyházi iskolája volt. Tehát itt megint csak egy olyan elemet tudunk felfedezni, ami a szabadkőművességgel is megegyezik, mármint a szellemiségével, és ezt az új liberális szellemet sugallja. Valószínűleg ennek köszönhető, vagy ennek következtében lett aztán 1820-ban Araú a politikai menekültek városa. Tehát azok a politikai menekültek, akik a napóleoni háborúk befejeztével nehéz helyzetbe jutottak, Araúban befogadást ott találtak. Milyen iparágok jelentették Araú egzisztenciális fennmaradását? Hát először is, mint mindenütt, a textilipar honosodott meg, de aztán ez visszafejlődött, mert a környező államok mind protekcionista politikát folytattak, úgyhogy ez nem tudott fennmaradni, viszont matematikai műszerek gyártására rendezkedtek be. Hát itt valószínűleg ez az, ami a kapcsolatot majd jelenti az einsteini jelenléttel. Tehát matematikai műszereket gyártottak. A matematikai műszerek mire szolgáltak? És mit segítettek? A hajózást és a csillagászatot. Tehát azt a kereskedelmet, ami akkor a legnagyobb hasznot hozta. És még egy iparág kifejlődik ott, az elektromos ipar, ami akkor valóban hatalmas vagyonok felhalmozódását segítette, mivel az
a villanyáram feltalálása és a közvilágítás kiépítése az akkor a legjobb vállalkozásnak hát bizonyult. És arról tudok, hogy Einstein nagybátyja is ilyen vállalkozó volt. Úgyhogy Einstein apja is ebbe kapcsolódik bele, és valószínűleg a család költözése egyik helyről a másikra is amiatt következik be, mert a különböző városokban a kír tendereket megnyerő vállalkozók ugye nyerték el a villamosítást, tehát a közvilágítás kiépítésének a lehetőségét és a jogát. Most az is igaz, hogy Einstein nagybátyja, aztán meg apja is csődbe kerül, viszont itt megint van egy olyan hát tény, amire nem találtam magyarázatot. Az egyik tény az, hogy Einstein apja tollkereskedő volt. Tehát ágytollkereskedő. Most, hogy kapcsolódhat, és hogy vállalkozhat egy ilyen áruval kereskedő elektromos üzletnek, az elektromosság kiépítésének a feladatára, ezt én nem tudom megmagyarázni, viszont van itt egy olyan tény, amit ugyancsak kevesen tudnak. Az, hogy amikor én Einstein felmenőit kutattam, akkor találtam egy érdekes tényt, hogy Einstein apját Milánban temették el. Most ezt úgy magyarázzák, hogy Milán az Milánót jelent. De hát németül soha nem mondták Milánnak Milánót. Viszont egy Milán nevű város szerepel Edison életrajzában, ahol ő elég sokáig tevékenykedett, és akkoriban tudjuk Puskás Tivadarnak az életrajzából is, hogy szokás volt a műszaki hallgatók, miután végeztek, a műszaki hallgatók átrándultak Amerikába, különböző vállalkozásokba kezdtek, az aranyásás, ugye a kaliforniai aranyláz ebben az időben veszi kezdetét. Puskás Tivadar is valami ilyen céllal rándul át Amerikába, de ezek közül, a vállalkozók közül és műszakiak közül többen Edisonnal is kapcsolatba kerülnek. Ekkor kerül sor sok olyan felfedezésre, amit Edison nevéhez kötnek, de nem biztos, hogy ő a feltaláló, hiszen ő amikor műszaki végzettsége nem volt. Ő felépített egy laboratóriumot, egy kutatólaboratóriumot, egy különösképpen nyert összeggel, ami nem éppen becsületes módon szerezte, amit nem éppen becsületes módon szerzett, és ebbe a laboratóriumba aztán az Európából a szabadságharcuk után menekülő műszaki végzettségű katonákat, menekülteket felvette, hogy különböző találmányokat kísérletezzenek ki. Tehát amikor Edisonnak nincs műszaki végzettsége, és amikor egy saját laboratóriumába, egy felszerelt laboratóriumba műszaki végzettségű mérnököket alkalmaz, nem valószínű, hogy ő a feltaláló. Ő legfeljebb közreműködik valamiben.
Sőt, azt is tudjuk, hogy a laboratóriumba való felvétel előtt az illetőknek nyilatkozni kellett, hogy minden találmány csak Edison neve alatt kerülhet nyilvánosságra és szabadalmaztatásra. Na hát, ha ezeket összeadjuk, akkor nagyon valószínű, hogy Einsteinék valamilyen módon, valami rokon kapcsán, vagy valami ismerős kapcsán Edisonnal is kapcsolatba kerülhettek. És valóban találtam egy olyan Einstein nevű amerikai lakost, akinek a nyoma a homályba vész, de tudjuk, hogy ebben az időben élt, nem tudjuk, hogy hogy került Amerikába, de ott is halt meg. Hogy ezek a kapcsolatok hogy kutathatók fel, ezt erre én nem tudok választ adni. Minden esetre Einsteinnel kapcsolatban, tehát is Araóval kapcsolatban ezt meg kellett jegyeznem. Tehát ott hagytam abba, hogy Araóban matematikai műszereket gyártanak abban az időben, amikor Einstein oda kerül a müncheni középiskolából, gimnáziumból, és az elektromossággal foglalkoznak. De miért éppen Araú lett a matematikai műszerek gyártásának a központja? Hát, amint mondtam, a bújai történetben szerepel Araú, mégpedig olyan formában, hogy az a Lobachevsky, amelyik ellenlábasa volt bújainak, és akit bújai kárára Gauss, Európa legnagyobb matematikusa fölemelt, és bújait pedig elhallgatott, tehát Gauss Lobachevsky művét adatta ki, illetve propagálta Európában, ami ugye elég furcsa, mert Gaussnak a birtokában volt a 1831-es kiadású appendixe, ami az egész tudományt újjáalakította, hogy Bolyai mondja, a semmiből egy más új világot teremtettem. Tehát mi a kapcsolat Lobachevsky és Araú között? Lobachevsky tanárai között két araui származású ember is található. Az egyik az Hassler, az egyik az Bartels, aki Araúban tanított, illetve aki Gaussnak a tanára volt, és miután a napóleoni háborúk alatt a német fejedelemségekben nem talált munkát, mint matematikus, ezért elfogadta a Kazányi Egyetem ajánlatát, és 1807-ben a Kazányi Egyetemre utazik a családjával, és itt is marad 1821-ig. Itt lesz aztán Lobachevsky tanára. No, de mondom, hogy ez a Bartels, ez Gaussnak is a tanára volt, akivel folyamatosan levelezik. És van még egy araói származású tanár a Kazanyi Egyetemen, ez pedig Bonner, egy Bonner nevű tanár, ugyancsak matematikus, aki rövidebb ideig teljesít szolgálatot Oroszországban, mert nem bírja az ottani körülményeket, amelyek korántsem olyan jók, mint ahogy azt
beállították annak idején, hanem visszamegy Arauba, Kazányból. És ezek a matematikusok, tudósok, ezek egymással leveleznek. Tehát miért éppen a matematikai műszerek gyártására specializálódott Arau? Hát ezzel is magyarázható talán. És még azzal, hogy Arauban a városi könyvtárat egy híres kéziratgyűjtemény alapozza meg. Nagyon híres az a kéziratgyűjtemény, amelyik tudományos iratokat tartalmaz, és a mai napig hát, tanulmányozható és megtalálható. És ha valaki az előbbiek ismeretében belenézne ezekbe a kéziratokba, talán új dolgokat is felfedezne. Az araui jelenlétről még Estennel kapcsolatban azt találtam, hogy ott volt a nagybátyjának vagy az apjának egy ismerőse. És az is segíthette Einsteint, hogy ott leérettségizzen. Mert az a mondás, hogy Einstein matematikából megbukott, ez vagy igaz, vagy nem, de a következő tényeket hadd jegyezzem meg. Amikor ő Münchenből távozik, akkor sok minden okot fel lehet hozni, hogy miért távozik. Tehát nem szerette az ottani fegyelmet, nem szerette a tanárai oktatási módszerét, és talán nem akart a német hadseregbe, tehát katona kötelesként végezni. Minden esetre így megszabadult ettől a veszélytől, és rögtön jelentkezik is 17 évesen a Zürichi Egyetemre. Tehát még nincs érettségije. A Zürichi Egyetem egyike volt annak idején azoknak az egyetemeknek, akik, illetve műszaki főiskola volt még akkor, ahol nem követelték meg az érettségét. Viszont volt felvételi. És ezen a felvételin Einstein elsőnek elbukik. És ebben a felvételiben ott volt a matematika is. Tehát, hogy miből bukott el, és miből nem teljesített eredményesen, annak érdemes lenne utána nézni, minden esetre megbukott. És csak az araui egy-másfél év után tud felvételizni ismét másodszorra a műszaki főiskolára, és ekkor nyer felvételt. Tehát ezt érdemes végig gondolni, hogy miért is terjednek el bizonyos tények a történelemben, illetve a tudománytörténetben. Ezeknek valami alapja van. Tehát nem lejárató módszereknek számítanak, hanem érdemes utána nézni, hogy mi az alapja. A másik város, amivel összetévesztettem a Raut, Hanau. Hát ennek a városnak a története is nagyon tanulságos, ha egy kicsit a kulisszák mögé nézünk, mert ez a Hanau, ez a Hessen-Kasseli fejedelemség egyik városa, Frankfurthoz közel. Én azt mondtam, hogy ugye Einstein Hanauba megy, tehát most már tudjuk, hogy Arauba, tehát Svájcba, valóban Svájcba megy.
Hanau viszont azért érdekes, mert ez is egy olyan hát, iparágról lett híres, amelyik a 19. század végén nagyon fontos szerepet töltött be az iparosodásban. Ez pedig a kvarclámpák gyártása. Ugye a kvarclámpák nagyon fontosak a sugárzások, különböző anyagok sugárzásának a méréséből, mert elnyeli az ultraibora sugarakat, és hát ezt technikai céllal igen könnyen lehet használni. Most a kvarclámpáknak a másik jellemzője, hogy az kvarc üvegen kívül egy izzó higanygőz is működik ott, ami a látható fényen kívül ultraibolya sugarakat is kibocsát. A kvarc üveg pedig kizárólag szilícium-oxidból álló üveg. Most a technikában, az iparban ezt a fajta üveget tudják csak használni különböző célokkal, és ennek van egyedül jelentősége. Találtam olyan adatot, hogy Hanauval közvetlen kapcsolatban állt a 40-es években is a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi kara, a fülészeti osztály, a fülészeti tanszék, ahol ilyen kvarclámpákat használtak, és Hanauból rendelték meg. Tehát ez egy közvetlen kapcsolatot jelent. A kvarcüveg nem elnyeli az ultraibolya sugarakat, hanem átengedi. Tehát ez a... Azt hiszem az előbb másképp mondtam. Tehát Hanau ennek a gyártásnak a központja, de Hanau egy másik vonatkozásban is felmerült a tudománytörténetben, amikor Oppenheimer az atombomba atyának az életrajzát tanulmányoztam, akkor találtam egy olyan tényt, hogy Hanau az Oppenheimer családnak a bázisa. 1921-ben, amikor Oppenheimer tanulmányi célokból, Amerikából Európába látogat, akkor meglátogatja Hanauban a rokonait is. Tehát ezek szerint onnan származnak a rokonai. Ez Hanau, tehát a Hessen-Kasseli fejedelemség, egy porosz fejedelemségnek az egyik jelentős városa, aminek a határai többször változtak, de azt tudjuk, hogy a hanaui fejedelem dinasztikus kapcsolatban állt, épített ki a svéd királyi családdal. Tehát valamikor a 1720-as évektől kezdve a hanaui fejedelem egyik tagja svéd király lett. Aztán visszatért a fejedelemségbe, és ott igazgatta az országa ügyeit, és itt az ő leszármazottja, az a 9. Vilmos fejedelem, akinek a törvénytelen gyermeke Hajnaú. A magyar történelemnek ez a tragikus alakja. Mert akkor, és ez már többször szerepel az ismertetőkben, nagyon sokáig ismeretlen volt ez a tény, mert Hajnaú egy zsidó gyógyszerész lány, illetve egy
egy talán táncos nő, másútra szerepel, hogy táncos nőnek a törvénytelen gyermeke. A 9. Vilmos fejedelemmel folytatott viszony következtében. De nem csak ő, hanem 6 testvére is. És innen lép aztán katonai szolgálatba, tehát egy zsidó nőnek a leszármazottja, katona lesz. Nagyon könnyű előmenetet biztosítanak a számára az osztrák hadseregben, de ennek ellenére a napóleoni háborúkban ő Napóleont a példaképének tartja. A nagy részét ezeknek a háborúknak fogolyként tölti Franciaországban, és sikerül is találkozni a Napóleonnal. A napóleoni háborúk után viszont, hát ugye mint hadifogoly felszabadul, és az osztrák hadseregbe áll, és ekkor jegyzik fel róla, hogy teljesen kibírhatatlan természetű. Tehát ekkor már nem tudja elviselni a saját tisztársait sem, kegyetlen a beosztottaival, és így következik el 1847, tehát a magyar szabadságharc, illetve forradalom előtti év, amikor Temesvárra helyezik. Innen aztán a forradalom után Grazba kerül, mert éppen Batthyány Lajos az, aki szabadságoltatja, mert a hadseregben nagy káoszt idéz elő. Tehát Batthyány Lajos szabadságoltatja Hajnaut, aki szembe kerül a törvényes magyar kormánnyal, és Grazban teljesít szolgálatot, illetve Grazban szabadságon van, amikor aztán fordul a kocka, és az osztrák hadseregben Magyarország ellen, vagy Magyarország elleni hadjáratokba vesz részt, és így nevezik ki aztán teljhatalmú biztossá a Habsburgok a magyar szabadságharc ellen. Tehát az, hogy Batthyány Lajosnak miért kellett mártírhalált halnia, és ugye többek között a 13 aradi vértanúnak, az Hajnaú életéből, jellemiből, származásából következik. És ez is Hanauhoz kötődik. Még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni. Érdekes, hát tragikus. Tragikusan megjegyzendő dolog, hogy miatta, mivel hogy ő volt a teljhatalmú biztos a szabadságharc leverése után, miatta 111 halálos áldozatot kell lejegyeznünk, és több ezer bírósági ítéletet, amire nem került volna sor, ha nem adnak a kezébe teljhatalmat a Hanauból származó Hajnaúnak. Azt is meg kell jegyeznem, hogy Hanau nagyon közel esik Németországban Frankfurthoz. És Hajnaú gyerekkoráról írják, hogy a Rothschild gyerekekkel együtt játszott. Milyen kapcsolatok vannak tehát a magyarországi politika
és a németországi Hanau, Rothschild, Bál és Frankfurt között. Kérem, gondolják végig. Köszönöm szépen!